Üdv néktek, kedves fotóstársak! Különleges alkalom ez a mai, ugyanis ma nem manuális optikákat fogunk megvizsgálni, hanem autofókusz rendszereket. Egész pontosan a Sony A7-1, illetve a Sony A7-2 autofókuszálási képességeit fogjuk próbára tenni, mégpedig Canon lencsékkel. A két világnak, a két univerzumnak az összekapcsolásához pedig egy ilyen fotga konverter gyűrűt fogunk használni, ami ugye képes elektromos jelátvitelre is, és nem csak az autofókusz jelet viszi át, hanem egyébként a blende vezérlést, illetve a képstabilizátort is képes működtetni. Az egésznek az adja az érdekességét, hogy míg a Sony A7-1-ben harmadik féltől származó lencsékkel csak a kontrasztos rendszer működik, addig a Sony A7-2 már bármilyen külső gyártótól származó lencsével és konvertergyűrűvel képes működtetni a fázisátolásos rendszerét is, amit a szenzorra integráltak. Elméletileg mind a két vázban ott van ez a rendszer, azonban a Fimer egyelőre az egyes verziónak nem engedi, hogy Canon lencséket is fázisátolással működtessen, ellenben a kettes verziónak már igen. Kezdődjön a versenyzők bevonulása, hölgyeim és uraim! Az aréna tele. Először az A7-et láthatjuk a 7200-szal próbálkozni. A kontraszt alapú rendszer nem túl gyorsan, ellenben itt annál pontosabban teszi a dolgát. Most pedig jött az A7-2. A startvonalán felsorakozik, és olyan gyorsan indult el, hogy szinte észre sem vesszük, a fázisos rendszer gyakorlatilag egy DSLR sebességével dolgozik. Jöjjön a 24-105-ös lencse az A7-tel 105 mm-en. Próbálkozik a versenyző, próbálkozik, mindig meg is van az éles, de nem túl gyorsan, láthatjuk, hogy nem túl gyorsan. Ez a felkészülési időszak nem volt az igazi a számára. Ezzel szemben itt van a versenytársa, az A7-2, óriási jelennel lát neki a feladatnak, és a fázisos rendszer itt sem hagyja őt serben. Mint láthatjuk, igen tempósan dolgozik. Jöhet a 24-105 24 mm-en. Itt kérem, komoly bajban van az A7-es versenyző, ugyanis nem elég, hogy lassan dolgozik, de ráadásul még akkor sem mindig pontos a fókusz, amikor eltalálja. A közönség ennek ellenére örjöng. Érkezik az A7-2. Úgy érzem, itt sem hagy minket serben, és valóban a fázisos rendszer dolgozik, mint a villám. Végül pedig nézzük az 50 mm STM-et az A7-tel. Tulajdonképpen szeretik egymást, jól működnek együtt. Látjuk, hogy a versenyző-edző páros nagyon jól működik. Mégis a sebességgel vannak gondok, úgy érzem, hogy a kontrasztos rendszer nem túl gyors. Itt van azonban az A7-2. Ami gyakorlatilag DSLR-eket megszégyenítő tempóban használja az 50 STM-et. Csodálatos! Itt is láthatjátok, hogy a fenti képen található fáziseltolásos rendszer mennyivel gyorsabban állít élesre, mint az alatta látható kontrasztkereséses. Igazából a kontrasztos megoldás úgy dolgozik, hogy végigugrál a skálának egy bizonyos részén, ezt láthatjátok a távolság visszajelzőn is, majd az ezekből felvett adatokból eldönti, hogy hol volt a legélesebb, és visszaugrik oda. Ezzel szemben a fázisos rendszer ugye rögtön arra a területre, illetve arra a távolságra áll be, ami szerinte éles. Remélem, hogy mindannyian találtatok valami hasznosat ebben a rövid kis demonstrációban, amit egyébként azért is készítettem, hogyha legközelebb valahol kérdőre mondják a tükörmentes megoldásoknak a fókuszsebességét, akkor megmutathassátok, hogy lám-lám a szenzorra integrált fázisátolásos rendszerek lassan már vannak olyan gyorsak, ha nem éppen olyan gyorsak, mint a tükrös rendszerekben levők. További szép fényeket, kellemes fotózást nektek!